tehetség, műhely, sokat drágultak a gyümölcsök, minimál bérváltozás, új vezető a Déri néven. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. február 4-én 18 óra 5 perckor. A Csokonai úti óvodába az új évben sok kisgyermek egészségesen érkezett vissza, így folytatódhatnak a megkezdett projektek. Tudtuk meg Rauschenberger Gáborné, tagintézmény vezetőtől. Január elején a vízkeresztről beszélgettek a gyerekekkel, most pedig már a farsangra való felkészülés ideje van az óvodában. Készülnek jelmezek, állarcok, és a termet is feldíszítik. Sajnos a szülők nélkül tartunk minden rendezvényünket most, az elkövetkezendő időszakban. A farsangunk is csoportszinten lesz megoldva, játékos, vidám, ügyességi feladatokkal fogjuk a gyermekeket majd tevékenykedtetni. Nagyon várják már a gyermekeink ezt a tevékenységet. Az évelejét is így indítottuk el, a vízkereszt népszokással ismertettük meg a gyermekeinket, lezártuk a karácsonyi ünnepkört, és elkezdődött a farsangi ünnepkörünk, és folyamatosan, komplexen fogjuk ezt feldolgozni. Mindenféleképpen fogunk állarcokat készíteni, a termet feldíszítjük a farsangi népszokásunk szerint, és állarcosan, jelmezben fogjuk ünnepelni. Mivel a programot szülők nélkül tartják, fotókat készítenek, és azt megosztják a zárt csoportban. Mióta a szülőket sajnos nem tudjuk bevonni a tevékenységeinkbe, még inkább előtérbe kerültek ezek a zárt Facebook csoportok, online csoportok, és ott tájékoztatjuk a szülőket a rendezvényeinkről. Az iskolába menő gyerekekkel fokozottan foglalkoznak, erre még van több hónapjuk. A 38-ból 11 gyermeknél kérvényezték a szülők, hogy óvodában maradhassanak. Itt folyamatos a vizsgálat, és érkeznek a határozatok. Január 1-től 15-ig a szülők kérvényezhették még azoknál a gyermekeknél, akiket még nem szeretnének iskolába vinni a szülők, hogy a tankötelezettséget még egy évvel meghosszabbítsák, tehát óvodai nevelésben maradjanak. A 38 tankötelezett gyermekünkből 11 gyermeknél kérvényezték a szülők, hogy óvodai nevelésben maradhassanak. Itt folyamatos a vizsgálat a gyermekeknél, és a határozatokat is folyamatosan már most kapjuk vissza az óvodába, hogy mehetnek-e iskolába, vagy maradnak az óvodában. A többieket pedig, és őket is természetesen készítjük az iskolai életre. És a kicsiket pedig várjuk majd a következő nevelési évre. A tehetség műhelyekben van gyermektánc, agyagozás, szövés, fonás, barkácsolás, mind a napi elfoglaltság része épp úgy, mint az Ovi galériában az évszakonkénti kiállítás, de sok szabadtéri játék, foglalkozás is van. Próbáljuk mindenféleképpen ezeket a hiányosságokat most pótolni maguk az óvónénik tevékenykedtetésével, főleg a tehetségműhelyeinkben tudjuk ezeket pótolni. A gyermektánc tehetségműhelyünkben, az apró kezek kézműves tehetségműhelyben, és van egy anyanyelvi tehetségműhelyünk is, ahol kifejezetten a mesék, versek világába kalauzolja a kolléganőm a gyermekeket. Az agyagozás, a fonás, szövés, és akár a barkácsolás is, a gyerekekkel próbáljuk a vizuális tevékenységeinkben megvalósítani, és az Ovi galériánkban is a éjszakonként megrendezett kiállításon próbáljuk a gyermekeket elvinni egy-egy kiállításra. Mindenféleképpen a mindennapi mozgásra időt és energiát is biztosítunk, tehát a gyermeknek szüksége van a szabad levegőre, a szabad mozgásra, minden nap kint is tevékenykedünk, mozgunk. Várják az óvodában a tavaszi időszakot, amikor remélhetőleg programjaikra a szülőket is bevonhatják majd. Nagymúltú és jelenű mezőgazdasági városban működő televízióként sokat foglalkozunk az agrárium napi kérdéseivel. Következő híradásunkban a térség egyik legnagyobb nektarin termesztőjét kérdezzük.
Nagyon felszaladtak a különféle gyümölcsök árai. Az őszi barack és az alma ára például a tavalyi júliusi árakhoz képest 141%-kal emelkedett. Nektarin szinte nem volt a piacon. Legutóbb 2007-ben volt olyan mértékű elfogyás a gyümölcsösökben, mint az előző évben, mondta televíziónknak ez a gyümölcsösökkel foglalkozó hölgy. Aki most látja ezt a képet erről a barackosról, azt láthatja, hogy szépek a fák, megfelelő a hajtásnövekedés, és azt is láthatja, hogy még zöld a fű. És ezek olyan jelek egy termelő számára, ami arra figyelmeztet, hogy idén még nem volt igazán tél. A fák tudják, hogy még a naptár szerint tél van, mély nyugalmi állapotban vannak. Viszont hogyha most jön egy felmelegedés, és egyre gyakrabban lesz plusz 10 fok körüli hőmérséklet, akkor az időjárás becsapja a fákat. És szegények, ha ezt elhiszik, akkor túl hamar fognak pattanni a rügyek. Ha túl hamar pattannak a rügyek, akkor azok a rügyek már nem fogják kibírni azt a februári-márciusi fagyot, ami az elmúlt években sajnos általános volt. A városban lakók, vagy akik nem figyelnek a természeti dolgokra, lehet, hogy nem érzékelik ezeket a dolgokat, viszont aki kint dolgozik a természetben, látja, hogy az elmúlt években eltolódtak az évszakok. Most már nem karácsonykor van tél, hanem a nyuszi jön szánkóval lassan. Itt volt olyan, hogy április 1-én hógolyóztunk ebben a kertben, és ez nem jó. Az átlag középhőmérséklet is egyre magasabb, és sajnos a csapadék mennyisége is, lehet, hogy megvan az a csapadék mennyiség, de nem szépen eloszlásban jön, hanem nagy viharokkal, jégesőkkel jön egyszerre nagy mennyiségű csapadék, amit nem tudnak a fák feldolgozni. Emiatt mi már nem is merünk tervezni, hogy milyen lehet a termés. Régen, 10 évvel vagy 15 évvel ezelőtt, amikor telepítettük ezt a gyümölcsöst, akkor nagyjából az elmúlt évek gyakorlata alapján meg lehetett satszolni, hogy milyen termés várható. Most az időjárás változékonysága miatt, meg amiatt, hogy egyre melegebbek a telek, és aztán április környékén általában mindig jön egy fagyos időszak, már tervezni sem nagyon tervezünk. Az előző szezonokban voltak olyan időszakok, amikor a magyar termelésből hiányzó gyümölcsöket importból lehetett pótolni, és ezzel az árakat is kordában tudják tartani, de tavaly Európában sem volt annyi gyümölcs, hogy például a kajszi, őszi barackokból és a nektarinból hiányzó mennyiséget pótolni tudták volna. Nyilván, akik bármilyen szinten kint dolgoznak a természetbe, azt is érzékelik, hogy ez az enyhe tél nem pusztítja el a kártevőket. És már tavasszal egy rossz handicappel indulnak ezek a fák, hiszen itt maradtak a poloskák, a harlekin katica és bizonyos gombás fertőzések is. Nekünk nagyon jó lenne, hogyha az évszakok visszakerülnének a helyükre, ha télen lenne tél, és márciusban kezdenének ténylegesen rügyezni a fák. A mély nyugalmi állapotból, a kényszer nyugalmi állapot, az el kellene, hogy tartson március végéig, vagy akár április első hetéig, és majd utána kellene, hogy jöjjön az a bizonyos tavasz. Utána kellene gyönyörködnünk a barackfa virágzásban. A forró, időnként aszályos időjárás miatt már az öntözés sem lehetett megúszni. Nagyon jó lenne, ha meg tudnánk satszolni, hogy idén milyen termés várható. Bizakodásra ad okot az, hogy szép a hajtás növekedés, hogy tényleg tavaly ősszel volt elég csapadék, viszont figyelmeztető jel volt az, hogy decemberben még volt olyan fa, amelyiken volt levél, tehát nem hullott le a lomb időben. Ez menedéket adott a kártevőknek, és ha most túl hamar lesz meleg, akkor sajnos a bizakodásunk egy kicsit megcsappan. Reménykedünk abban, hogy áprilisig nem pattannak a rügyek, a meccéssel is várnánk egy kicsit, hiszen ha túl korán meccünk, és utána jön egy fagy, akkor lehet, hogy esélyt sem adunk a fának, hogy termést hozzon. És hát, hogyha Isten is megsegít minket, akkor reménykedünk abban, hogy 2021 tényleg egy jobb esztendő lesz, mint az előzőek, és normálisan tud a fa kinevelni. Egy ilyen fa átlag
olyan 50 kiló barackot ki kellene tudjon, hogy neveljen. És hogyha van 1000 fa, akkor ki lehet számolni, hogy mennyi termést várhatunk ezen a 2,5-3 hektáron. Ez nem egy óriási bevétel, de egy családi gazdaságnak nagyon fontos, hogy legalább ennyi legyen. A korszerű öntözőberendezések jelentős költsége is beépült a zöldség és gyümölcs árába. De mégis a legnagyobb gondot a tavaszi fagyok okozták. Megjelent a rendelet a minimálbér és a garantált bérminimum összegéről. Február 1-től a minimálbér bruttó értéke 167.400 forint, a garantált bérminimum bruttó értéke pedig 219.000 forint, olvasható a csütörtökön megjelent magyar közlönyben. A rendelet szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi bére nem lehet kevesebb 167.400 forintnál. Ez a kötelező minimálbér. A heti bérnek legalább 38.490 forintnak kell lennie. A napi bér minimális összege 7.700 forint, az órabéré pedig 963 forint. Ettől eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált havi bér minimuma 219.000 forint, a heti bér összege legalább 50.350 forint, a napi béré 10.070 forint, az órabéré pedig 1.259 forint. A rendeletet első alkalommal a 2021. februárra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni. A Dériné Kulturális, Turisztikai, Sportközpont és Könyvtár igazgatói feladatait 2020. november 1. napjától Sótiné Szatmári Dóra eddigi igazgató helyettes látja el. 2020 őszétől a Kulturális Központban, a Dérinében egy új pozíciót tölt be, megbízott igazgatóként. Hogyan fogadta ezt a megbízatást? Milyen gondolatok merültek fel önben ezzel kapcsolatban? Hát hosszú évek óta már én voltam az intézmény vezető helyettese. Hát ez talán a 2000-es évek elejére tehető, amióta én látom el ezt a pozíciót, úgyhogy a vezetésben nyilván egy beleláttam. Volt egy időszak, amikor, egy fél év, amikor én már elláttam a megbízott intézményvezetői pozíciót, és most ismét úgy alakult a helyzet, hogy ezt a feladatot kaptam. Hát nagy kihívás elé állított, mert nyilván más egy intézményvezető helyettesnek a feladata, mint egy igazgatónak, de igyekszem megfelelni ennek a kihívásnak. Hogyan tud együtt dolgozni a kollégákkal? Milyen a munkahelyi klíma, a légkör a Dérinében? Hát én úgy gondolom, hogy nagyon jó. Csapatban dolgozunk, ezt korábban is sokszor elmondtam már, hogy ezt máshogy nem is lehet, a mi munkánkat máshogy nem lehet végezni. Ugye több telephelyünk van, több intézményegységünk van, hiszen a könyvtár, a sportpálya, a városi sportcsarnok is hozzánk tartozik, illetve hát a Dériné az a székhely épület. Tehát több helyen vannak a kollégáink, de egy-egy rendezvény vagy egy-egy program kapcsán mindig együtt kell, hogy dolgozzunk. Úgyhogy ezt nem is lehet másként, csak csapatban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó a hangulat, hosszú évek óta együtt dolgozunk már a legtöbb kollégával. Alkalmanként adódnak új kollégák, illetve hát a közfoglalkoztatott kollégák segítik még az állandó munkatársaink mellett a munkát, de én azt gondolom, hogy jól érzi magát mindenki az intézményben, és erre törekszek én is, illetve a kollégáim is erre törekednek, hogy mindenki jól érezze magát. Ugye az köztudott, hogy a Dériné itt a városban egyfajta kulturális szigetként is működik, de nincs elzárva ez a sziget, hiszen számos híd, kapocs köti össze a városban működő intézményekkel, civil szervezetekkel, akik mindig együttműködnek akármilyen kulturális rendezvény megszervezésében, megvalósításában. Milyen körül ez a kapcsolat, és hogyan tudnak együttműködni ezekkel a szervezetekkel? Hát ez így van, tehát akár helyszín biztosít egy iskola, vagy akár rendezvény helyszínként olykor olyan
tehát most például ebben a pandémiás időszakban, de egyébként is a református templom sok esetben helyszíne egy-egy megemlékezésnek. Például most legutóbb a Doni katasztrófára emlékeztünk, ugye ez hosszú évek óta így van, de akár amikor a birkafőző versenyt rendezzük, akár a Györfi István katolikus általános iskolával, akár a központi általános iskolának, a Kovács Mihály tagiskoláját is mindig úgy kapjuk meg, úgy adják át nekünk, minthogyha tényleg egy intézmény lennénk, tehát tényleg a városért együtt dolgozva tudunk valamennyi szervezettel együtt működni, de ugyanígy a szervezésben nem szeretnék nyilván senkit kihagyni, de akár a Birkafőző Egyesülettel, akár a Kovács Mihály Huszárbandériummal együttműködve, tehát nagyon-nagyon jó a kapcsolatunk, és én úgy gondolom, igyekszünk ezeket a kapcsolatokat fent is tartani, segítjük egymást, hiszen van, amikor nekik van szükségük a mi segítségünkre, akár hangosítással egy rendezvény kapcsán, akár helyszínbiztosítással, illetve mi is bátran számíthatunk rájuk programok alkalmával egy-egy, akár nézőként, hogy többet tud egy civil szervezet mozgósítani, több nézőt tud mondjuk adott rendezvényre mozgósítani, vagy éppen egy iskolai műsorral a városi rendezvényeket tudják színesíteni. Tehát nagyon-nagyon sokrétű ez a kapcsolat. Hát ez a pandémiával egy picit most változott, illetve ezzel a helyzettel, de igyekszünk ezeket a jó kapcsolatokat ápolni. Úgyhogy éppen a Vörös Keresztnek helyet adunk a véradáshoz, most amíg a Dériné le van zárva, mert oda nem jöhetnek be a munkatársakon kívül mások, akkor a sportcsarnokban tudunk a véradásnak például biztos helyet adni. Volt-e mostanában lehetőség, valamilyen pályázat nyújtott a lehetőségek igénybevételére vagy kihasználására? Igen, szerencsések vagyunk, én azt gondolom, mert most több pályázatot adtunk be, és úgy tűnik, hogy ezek nyertes pályázatok. Talán az egyik legnagyobb, az egy 8,8 millió forint értékű pályázat, ami az ifjúsági ház egyes nyílászáróinak a cseréjét jelenti. Ezt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Petőfi Irodalmi Múzeum írta ki ezt a pályázatot, ami az 50 és 500 fő közötti befogadó képességű koncert helyszíneknek az infrastruktúrális fejlesztéséről szól. Tehát itt tudunk egy picit nyílászáró cserével talán a környező lakóknak is kedvezni, és bízunk benne, hogy azért ez nekik is jó lesz, ugye a mi komfortérzetünket is fogja javítani nyilván, illetve hát energiatakarékosságot is fog jelenteni, de az új nyílászárókkal bízunk benne, hogy egy picit a zajterhelés is egyes hétvégi rendezvények alkalmával kevesebb lesz ott a lakóknak, tehát ez igazából az ifjúsági ház emeleti nagy termének a hét nyílászáróját érinti, az első és a hátsó bejárati ajtót, illetve a lépcsőház nagy üvegfalának a cseréjét érinti ez a pályázat. Úgyhogy ez az egyik pályázatunk. Itt még programokat is előírt a pályázat kiírója, hiszen 12 darab élőzenei koncertet, illetve zenei produkciót kell majd biztosítanunk, illetve szerveznünk, úgyhogy az lesz egy kihívás, mert hát jelenállás szerint június 30-ig kellene ezt, nyilvánvalóan, vagy gondoljuk azt, hogy csúszni fog a pályázat megvalósítási határideje, de mindenképpen ez egy minőségi változást fog jelenteni, én úgy gondolom, illetve ha visszatér az élet a normális kerékvágásba, reméljük, hogy minél hamarabb, akkor programokban is fog ez jelentkezni. Amit még itt érdekeltségnövelő pályázaton az önkormányzat segítségével hozzájutottunk egy összeghez, amiből belső irattárunkat tudjuk fejleszteni, hiszen rengeteg irat van, amit meg kell őriznünk.
úgyhogy ezt tudjuk egy picit fejleszteni, illetve szakmai munkához is a Csóri Sándor alapít, illetve a Csóri pályázaton nyújtottunk be, ott is néptáncos rendezvényekhez, hagyományőrző rendezvényekhez tudtunk egy bizonyos összeget nyerni, az 800 ezer forintot. Itt már jelezték, hogy ki fogják kérni a következő pályázatot, úgyhogy arra is benyújtjuk, illetve a Karcagvárosért helyi akciócsoporthoz is nyújtottunk be egy pályázatot, amiről már az elsődleges pozitív visszajelzést megkaptuk, még az irányító hatóság fogja majd ezt a pályázatot a továbbiakban ellenőrizni, és utána merek majd arról bővebben és többet. Tehát az is egy nagy összeg lesz, úgy gondolom. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!